Na szóval itt hagytuk abba, hogy megérkeztünk a Woodside apartmanba. Mentettem egy-egy gyorsan, mielőtt bármi egyéb történik velem, és gyorsan körülnézek, hogy mik vannak itt. Nézzük csak. Ez itt micsoda? A cutscene? Szóval ide tették az érmés feladványt, oké. Okay. És ott van fönt az olvasnivaló, nézzük. Csak azt mondja, hogy három fényes érme öt lyukba. Mondja, hogy először a hölgy ül a fa alatt, a szél fúj a hölgy mögött. Gyönyörű virág nő magában, és jön az ember, szép és nem tudom mi az a sleek, ös, biztos. Mondja, hogy sápadt holdfényben fénylenek a szemei. Oké, okay, ezt majd ki kell találnunk, hogy akkor melyiket hova kell tennünk. Ezzel a puzzle-el megküzdöttem egyébként nem olyan régen, tehát hogyha valaki nem látta volna, már pedig üdvözlök mindenkit, aki esetleg most éppen ide tévedt így az első két rész után. Ha valaki nem látta volna, akkor tettem ki egy videót az eredetiről is FPS nézetben. Kiváló! Handgun ammo! Oké, okay. Szóval akkor most van 5 darab handgun ammo, ha igaz. Ami azt jelenti, hogy itt sokkal kevésbé fogok tudni bármit csinálni, mint az előzőben. Nem tűnik soknak egyébként, nézzük. Csak akkor apartman ajtók azok. Hol vannak ott? A hátam mögött tök sötét van egyébként, szóval az annyira nem szimpatikus. Ott be tudok menni? Nem tudok bemenni, ott pedig le van zárva. Szóval... Ja, ez bukta. Oké. Okay. Akkor nem erre fel fogunk menni. Onnan jöttem be. Azt hiszem. Nem biztos. Mi van ott? Azaz! Health drink! Ez nagyon jól jön. És itt mi van? Azt mondja, hogy kedves hölgyem, válaszként a lövöldözésről való panaszaira, ami a 2017-esből jött, meglátogattuk a bérlőt, és biztosított minket, hogy nem rendelkezik semmiféle lőfegyverrel. Teljesen együttműködő volt, és beengedett minket az apartmanba. Igazolva a szabait, nem találtunk semmiféle fegyvert, vagy nyomát bármiféle fegyver használatnak. Ha a zajok továbbra is fönnállnak, kérjük jelezze a karbantartónak. Üdvözlettel, Woodside Apartman Adminisztráció. Jól megoldották, oké. Ja, ott mi van? Nem tudom. Udvar? Első udvar? Ahova nem tudok bemenni természetesen. Na mindegy. Ó, akkor hova? Onnan jöttem be, arra fele tudok menni kizárásos alapon. Mik vannak itt? Dozi, határozottan. Valamit ott láttam, azaz, az mi? Oké, okay, azért nem kevés lőszert kapok, vagy nem tudom, hogy ez soknak kevésnek számít. Kurva sötét van. Valami rohadékot hallottam. Nem tudom hol. Nézzük csak. Azt mondja, hogy igen, ott le van zárva. Ezeket megpróbáltam ki. Teljes buta. Akkor csak föl a lépcső, jobb ötleten nincsen. Igazából. Az mi? Erre fele sem tudok menni, szóval akkor kizárásos alapon. Másik. Jó. Hova tudok menni? Rohadtul sötét az egész, gyerekek. Működik, csak sötét. Nagyon. Very fucking. Itt. Hát akkor megyünk föl, jó? Megyünk föl. Ez van, hogyha... Hello? Is anyone there? Jó, hangok azok jók. Nézzük, csak azt mondja, hogy... previous map. Elvileg az első szinten akkor semmit nem tudtam kinyitni. Ez így van. Udvarra nem tudtam kimenni, körbe nem tudtam menni. Jó. Akkor kizárásos alapon akkor második emeletet kell nézni. Itt följövök a kön. Jó. Még ha látnám, hogy mit csinálok, az nagyon sokat segít egyébként, de... Nem, ezt sem tudom nyitni. Gondolom lesz majd valami karbantartó kulcs, vagy ilyesmi. Da. Valakivel úgy érzem, hamarosan barátkozni fogok.
Ja, azt ajtónak néztem, bakker, olyan sötét. Itt tudok nézni? Kap már ki! Na végre. Sokkal jobb, van fény. Eszebe az meg fény. Ott meg a 202-es apartman van balra. Menjünk be! Babák, bazd meg, babák. Tudom, mi következik. Semmi. Health drink, tök jó, oké. Ezek hasznosak. Most biztos, hogy fog jönni az első rohadék, akivel nem szeretnék találkozni, de nem baj. El is megküzdünk, jó? Mondom én, ott a kezes lábas. Anyádat, ez ugrik, bazd meg! Anyádat azt. Hú, de gyorsak ezek a szemétládek. Hú, bazd meg, ezt csapkod meg, kitér meg ilyenek, ezt tud kitérni. Cseszed. Hú, de... Hú, de nem jó. Hú, de nagyon nem jó. Arról a téledbe, ezek nagyon gyorsak. Azt a kurva élet. Azt a kurva élet. Ezek nagyon gyorsak. Jézusom. Jó, oké. Ezeket majd ki kell tapasztalni. Valószínűleg tök fölöslegesen futottam bele egy ilyen balhéba, mert valószínűleg megoldottam volna anélkül is. Ez mondjuk kicsit zavaró, hogy ennyire oda kell fókuszálni, hogy mit fogok fölvenni. Oké, mi ez? Courtyard key. Oké, tökéletes, akkor most már ki tudok menni a courtyardra. Ez pedig. Ezek a ruhák. Ja. James nejének voltak ilyen ruhái, szóval ja. Most nem kellett volna igazából semmit sem csinálnom, azon kívül, hogy elhúzok a csába. Az ilyen próbababáktól totálisan be vagyok parázva állandó jelleg, szóval ez így annyira nassza. Most csak erre fogok bemenni. Ja. Ott ablakok? Nem látok semmit. Semmi. Csak erre tudok menni itt még. Nem, zárva van. Mindegy, fölmegyek a harmadik emeletre is, jó? Gyakrabban kell használnom majd mindenképpen ez szerint a kitérés, sajnálatos módon ez van. Ezekkel a rohadékokkal basszus, most nagyon meg fog gyűlni a bajom a 100%. Zárva, tök jó. Van negyedik emelet is, vagy? Mi a franc van itt? De hogy itt csak ennyi van? Mi ez? Lőszer! Ez mindig jól jön. Mindig jól. Mondjuk nem tudom, mit csinálok hozzá, vágom, vagy a franc tudja. Majd kiderül menet közben. Ez van eszköz szeretni. Igazából minden le van zárva előlem elvileg. Nézzük a térképet. Azt mondja, hogy harmadik emelet, be van zárva, nem tudok menni sehova az égvilágon. Második emelet, ott igazából azt kinyitottam, ott voltam, és minden le van zárva. Akkor viszont, ja, gondolom akkor majd az udvaron keresztül fogok tudni eljutni A-ból B-be. Késem? Gyerünk, 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 kedves James! Tudod, hogy mit kell csinálni? Udvar kijárat, az pedig valahol itt. You never know. Nem tudom egyébként, hogy mire kaptam, na mindegy. Nem néztem a trófeákat, hogy micsodák, szóval nem spoilereztem el magamnak a dolgot. Valami ott csillog szemben, ha jól látom. Vagy csak grafikai hiba. Az. Ki tudom nyitni? Nem, nem tudom kinyitni. Jó. Egészen más élmény az új egyébként. Egészen más élmény. És megint valamit tologatni kell, akkor először körülnézek. Idekint nem szeretik megmutatni magukat, szóval ez itt teljesen jó. Nem, nem. Térképileg hol vagyok? Elvileg most telibe valami kijárat előtt állok, akkor ezt nem fogom tudni kinyitni. Ja, nem fogom tudni. Akkor meg kell találnom, hogy hova a francba kell tolni azt. Aha, meg is van.
ott van egy ilyen fehér lepedős cucc. Szerencsére egyébként nagyon intuitív az egész, tehát nagyon gyorsan rá lehet érezni arra, hogy mit csinálunk, meg mit nem csinálunk, szóval ez itt teljes mértékben fasza. Másrésztről pedig tényleg az ellenfelek azok sokkal kevésbé kiszámíthatóak, szóval... A kezes lábasok kurva idegesítő. Valahol van valami szemét, látod, de hol? Nem. A kijárat, szóval gondolom ott. Jó. Gondolom, vagy odakint van, vagy bogár van valahol, és nem látom. Nyisd már ki! Annyira rá kell fókuszálni telibe, hogy kinyissa ezt a szart. Nem tudom, ezzel mondjuk dolgozhattak volna, kedves Blueberry-ék, kicsit jobban, hogy telibe ránézek, látom, hogy... Valami mászkál az ajtó előtt. De ezért küzdöttem, bakker! Arról. Semmi, kinyitottam, ott az, micsoda? Azt mondja, hogy Locane siblings murder perpetrated commit suicide in custody. Tehát azt mondja, hogy a Locane testvérek meggyilkolása az elkövető börtönben öngyilkosságot követette. Ó! Walter Sullivan a nemrég elkövetett gyilkosságok gyanúsítottja. Walter Sullivant nemrég holtan találták a cellájában 22. reggel, elvette a saját életét. A rendőrségi jelentés szerint Sullivan halálát vérveszteség okozta. Azt mondja, hogy miután feltépte az artériáit egy leveses kanállal, 5 centi mélyen a nyakába. Tehát, hogy miután beledöfött egy leveses kanalat 5 centi mélyen a nyakába. Sullivan was apprehended on the 18th of this month on account of... Igen, tehát Sullivan 18-án zárt, e hónap 18-án tartóztatták le, miután brutálisan meggyilkolta Billy és Miriam Locane-t. Even though Walter Sullivan did not strike a former schoolmate from his hometown or Pleasant River, someone capable of murdering children, the schoolmate admits to have witnessed Sullivan in a state of serious paranoia shortly before his arrest. Bár Walter Sullivan a korábbi iskolatársai nem úgy ismerték, Pleasant River korábbi iskolatársai nem úgy ismerték, mint aki képes lenne gyerekeket gyilkolni. Az osztálytárs megjegyezte, hogy látta Sullivant elég paranoiásan, nem sokkal a letartóztatása előtt. He was blurting out all sorts of strange stuff like he's trying to kill me, he's trying to punish me, the monster, the red devil, forgive me, I did it, but it wasn't me, he recounts. Tehát, hogy egy csomó hülyeséget beszélt és érdekes dolgokat mondott, például, hogy megpróbál megölni, megpróbál megbüntetni a szörny, a vörös ördög. Bocsáss meg, nem én tettem, de nem én voltam, mondta. Just now that I think of it, he was kind of crazy. Én most, hogy belegondolok, eléggé virult. Igen, szóval, köszönjük szépen, Walter, szóval, ez azt jelenti, hogy kedves Walterünk is, ugye az Istennek köszönheti a gyilkolási hajlamait a vörös ördögnek. Kicsit kavartak a sztorin, de nem baj. A kurva életbe, bogár! Na meg! Na végre! Oké, faszom. Szállom a bograkat. Jó, 111-esbe be tudok menni? Nem? Jó. Mondjuk nem is jelzi, szóval gondolom megint csak nagyon rá kell mennem, nem? Nem? Hogy van a layout igazából? Tehát akkor balra 109, aztán fordul a folyosó. A hírhet 109-es szoba. Még semmit nem tudok a 109-es szobár. Bazd meg! Húcs ez meg, de... Ez nehéz! Hol van a... Az anyádat azt! Oh!
oké, legalább kiszámítható valamennyire, oké, tehát látom, hogy mikor tér ki, és látom, hogy mikor akar lendíteni a kézlábán. Nem tudom, hogy hívjam, kezes lábasnak? Lábacskának? Lábmen? The labs? Oké, okay, szerencsére ez nem üt akkurát, szóval... Nem tudom, hogy állok egyáltalán? Inventory-ba látom? Vagy fogalmam sincs, azt mondja, hogy medical. Jó, hogy itt mindent meg tudok nézni, azt mondja, hogy memók, igen, tehát strange photos, maps, az is megvan, oké, okay, equipment, personal. Jó, igazából olyan sok minden nincsen, szóval akkor nem itt van az inventory-m, az a lényeg. Akkor mivel tudom én... Bazd meg! Nem akartam meginni, mindegy. Mondjuk biztos, hogy sérültem, szóval nem baj, hogy megittam. Várni akartam még, amíg egy kicsikét szarabul leszek és nyomok egy szirincset, de nem baj, ez van. Na most itt akkor hova? Nem? Ablak? Nem. Akkor viszont van egy olyan sejtésem, hogy itt már sehova tovább. Zárva van. Nem biztosan, hogy mindent meg kell nekem nézni, tehát fogalmam sincs, hogy mit kell megnézni, szóval innentől kezdve ugye ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, hogy mindenhova bemegyek és kockáztatom az életemet. Elvileg akkor semmi más nincsen itt. Ez is bukta. Jelzett bármit a 109-es? Nem jelzett semmit a 109-es. Ablakokkal nem sokat tudok kezdeni, szóval kit... Azaz! Kulcsocska! Kiváló! Említettem már, hogy gyűlölöm ezt a kis csajt. Nem tudom, hogy említettem már, na mindegy. Szóval akkor a rácsnál nem fogok tudni tovább menni jelenleg. Valahogy meg kell oldanom ugye a továbbjutást. Itt. Teljes bukta. Akkor merre kell találnom, nézzük csak. Azt nézem, hogy a francba tudok kijutni bárhova az égvilágon, de hát nem sok esély van. Benézzük vissza a 109-esbe, aztán meglátjuk. Jó? 110-es bukó. 109-esbe valamiért nagyon akarta, hogy bejöjjek, szóval gondolom van itt még több is, mint amit látok elsőre. Ez abban nem, fehér függönyök, az jó éjszaka. Nem tudom eltolni esetleg? Vagy, lehet, hogy ilyen, tényleg ilyen out of the box gondolkodok, de hát próbálkozok. Nem, azok csak dobozok, ágy, az semmi, nem. Nem, fikken fak. És ide bent még hagytam valamit esetleg? Nem lehet átmászni valahol, valahova? Ilyesmi. Jó. Vagy valami fog történni menet közben, nem tudom. Rosszul láttam, hogy valami villant. Ja, ezt olvastam, jó van akkor. Mondjuk nem vagyok beljebb, mert igazából hova a francba mennék, szóval, ja. Arrafele nem tud. Más nincsen nálam, nézzük az inventory-t. Nem. Inventor. Equipment. Igazából semmi nincs nálam, ami indokolná, szóval gondolom, akkor vissza kell mennem. Valamit biztos, hogy elnéztem. Valami biztos, hogy van valahol, amit én nem láttam, és látnom kellett volna. Valahol tudni, hogy van egy bármi átjáró, vagy egyéb, amit én nem vettem. Vagy egy kut. Nem. Először az van. Nem. Tuti Isten, hogy valamit nem vettem észre. Jól eldugták a dolgokat, az a helyzet. Szóval most megpróbálok egy kicsikét lefelé is nézelődni.
fölfele biztos, hogy nincsen semmi. Pedig ugye nem tudok tovább menni, ez buk. Ez buk. Megpróbálok lent is nézni, mert ugye voltak itt ilyen járatok, ugye be lehetett kúszni itt ott amott. Most nagyon-nagyon figyelünk. Miért visszajövünk ide? Nem? Hát bajnak nem baj, hogyha többször végignézünk valamit. Valamiért itt nagyon fehérre van, majd csak lehet, hogy a tapéta. Ja, csak az a tapéta. Az mi a franc? De semmi az égvilágon, jól van, nem is jelzi. Nem tudom kitörni, vagy valami? Nem. Francba. Nem. 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 A rohadt életben. Valahol pedig van valami basszus, amit nem vettem észre. 100%. Nem. Ukó. Rohadt. Menjünk tovább. Megpróbáltam kinyitni, jól van. Ez a szépsége egyébként az új játékoknak, hogy fingom nincs, hogy mi az istent kell csinálni, és ugye az élmény része az is, hogy kitalálom, hogy hogyan kellene tovább jutni, merre fele kell tovább jutni. Aha! Értem. Szakadnak. Tehát akkor most ezt miért is nem tudtam eddig kinyitni? Basszus. Jó. Akkor a 107-es meg a 100, ahhoz nem férek hozzá, oké. Elvileg akkor a túloldalon van egy kulcs, amit nem láttam, és most hozzá fogok tudni férni, ha jól láttam akkor. Ugye ott a térkép azt mutatja, igen, tehát hogy azon a folyosón be tudok menni, mert átjárható. Big fucking kérdőjel van ott. Már nem tudom, hogy hogy átjárható, hogyha eddig nem volt az. Mindegy, benézünk ott. Merre? Balra, ugye? Bogár, vagy mi az? Ja, most eljöttem a végére igazából, szóval tök jó. Jó, kulcsot felszedem, aztán visszafelé majd. Második emelet hallway kulcs, oké. Szóval most kezdem el felfedezni, mi az isten van itt. Azt mondja, hogy Einsame Blumen. Igen, 82.3-as opusz. Mantó, köszönjük szépen. Nem tudom, hogy mi értelme volt ennek, mert zongorázni meg nem fog tudni. Igen? Nem. Redwood. Miért olyan ismerős nekem? Nem tudom, aki esetleg ért a zongorákhoz, az mondja már meg nekem, hogy az jóféle vagy nem jóféle. Itt valami zenebuzinak a... itt találom. Ez pozitív értelemben mondom, mert én is az vagyok egyébként, jó? Tehát, hogy nekem mostanában mondjuk annyira nem, de egyébként nekem mindig jó nagy gyűjteményem volt mindenféle dolgokból. Nyuszi! Quite the artist. Micsoda művész, igen. Tehát nálam állandó jelleggel szól a zene. Szólt is régen is, tehát ilyen szempontból tényleg folyamatosan zaj volt mindig. Na, ott mi van? Tényleg, hát a másik meg az, hogy ugye 10 éven keresztül zenész voltam, tehát én el nem tudnám képzelni, hogy nem hallgatok valamit. Komolyan. Elvileg semmi más, akkor mehetünk. Ja, jó felé megyek, oké. Valaki itt nyom moxoval. Nem, most semmit sem jelez, akkor mindegy, nem? Tudja, hogy valami meglepetés lesz egyébként, 100%, hogy valaki nyakamba fog ugrani. Nem értem miért. Nem tudom miért, a Silent Hill 2 az sosem volt jumpscare-es játék egyébként, de jó, egy-két kivételtől eltekintve, de van egy olyan érzésem, hogy most folyamatosan a... tök jó. Mi ez itt? Át tudok öltözni, vagy nem? Mi van ott? Aha, kilincs, oké, kiváló.
Nem tudom, hogy hova való, de majd megtaláljuk, gondolom. Nem. 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 Semmi nyente. Nyista. Kukó. De bent. Valaki bejött? Úgy hallom, igen. Azért jöttem erre, hogy hátha ott van valaki, de nem. Tuti, ott van valaki, nyitva van az ajtó. Mondom én! Buktat, köcsög! Már tudom, hogy mit kell veled csinálni. Szakadnál. Összete. Pénisz. Azért van egy határ, jó? Te... rohadék. Elvileg ide bent is van valaki, ugye? Bogár az biztos. Kettő is. Oké. Ezért mondom, hogy tényleg ez következetes legalább, hogy ahol bogár van, ott nincsen egyéb, szóval ez így pozitív. Gyerünk, oké, és... semmi nincs a fiókban, ott lent. Semmi. Jó. Álló. Remélem, hogy a nagy sietségben nem hagyok el semmit az égvilágon, bár nem mondanám, hogy sietek igazából. Mit nem néztem még meg? Elvileg a 105-ös jobbra. Azt nem néztem meg a 104-es a másikon. Na, nézzünk be a 105-ös. Akkor nem nézzünk be a 105-ösbe, 104-es. Oda se. Jó, akkor kizárásos alapon. Oda jövünk ide. Jó. Hol vagyok? Igen. Föl a második emeletre, ugye? Ugye. Elvileg a második emelethez szereztem meg egy kulcsot. Hogy ott a végén elvileg volt egy valami, amit nem tudtam. A második emelet, és ott volt egy lezárt ajtó. Elvileg rögtön arra. Gyerünk. Nem? Ez az! Kiváló! Hány szoba van itt? Az összes! Az összes csezd meg! Itt már voltam, vagy? Nem! Azt hittem, hogy megtrükközhet! Kis rohadék! Miért nem jelezte? Ez érdekel, miért nem jelezte, hogy itt van? Arra meg rásozva van? Nem, itt. Ami? Mi van itt? Zárva. Jó, kicsit agresszívabban kell, igazából olyan túl sok bajom nem lehet. Nem szabad itt pöcsölni, jó? Az be van zárva. Ott van valami, ami világít. Ablakot ki tudom csapni, vagy nem? Nem, nem engedi, mindegy. Ja, valami ott van. Nézzük meg. Törnyike vagy bogárka. Először megszabadulunk a fölösleges elemektől, jó? Konkrétan szarcsálát... ja! Hogy ő van itt? A nagy vörös. Értem. Okés. Piramis fej is ott volt. Kiváló. Na, arra nem tudok menni, tök jó, okés. De átnéztem mindent, vagy nem? Ja. Elvileg igen, arrafele nem tudok menni, akkor vissza balra, és akkor megpróbáljuk ezeket az ajtókat még, de van egy olyan sejtésem, hogy... ah, 2.13-as nyitva. Ez most fasz, hogy rohadik az elnyom mindent az égvilágon. Benne lesz a narancsos tudsz, gondolom. Kiváló, akkor most... le kell dobni majd ott valamit, szokásos. Az a baj, hogy ez a rohadék az most mindent elnyom az égvilágon, szóval hogyha bármi a nyakamba ugrik, én azt nem fogom hallani. Van ott egyáltalán szoba, vagy csak be van üzélve? Van.
Ja, kicsikét zavaró egyébként így, de mindegy, ez van. És akkor most ez micsoda? Ez most nem tudom mi volt, valamit megnéztem magamnak. Ja. Ez zárva. Igen, most az a baj, hogy ez a jó nagy piramis fej az ott van ugye a végén, szóval fingom nincsen, hogy mit lehet vele csinálni. Ott át tudok menni? Ott át tudok menni, de még mielőtt átmennék, itt megnézek minden mást. Jó, hűtőbe, dobozba, bármi, azaz, fiók, nem, bukó, szekrény. Nehezen megtalálható szekrény, azaz, semmi az égvilágon. Jó, akkor menjünk át oda túloldalra, jó? Hol volt? Ott volt. Oké. Bajom nem lehet belőle, szóval ja. Hol vagyok? Most jöttem át ide, tök jó, oké. Mi van itt? Azt mondja, hogy folyamatos renoválási munkák miatt megkérjük a lakókat, hogy a harmadik emeleti, az épület harmadik emeletén ne tartózkodjanak. Üdvözlettel az adminisztráció, köszönjük adminisztráció, nagyon kedvesek vagytok adminisztráció. Ezt ki tudom nyitni innen, vagy nem? Nem, mert le van zárva a túloldalt is. Visszanézek, lehet, hogy be kellett volna néznem egyébként a 209-esbe is, vagy 208-asba, nem tudom, mi van ott a túlfelén. Most már tudom legalább, hogy erre fele kell jönni. Ez nem. Elvileg ott is van valami, ott kéne lenni az óra puzzle-nek. Ha következetesek. Ja nem, akkor ide kell egy kulcsok is. Akkor csak erre. Akkor csak erre, nézzünk tovább, gyerünk. Legalább a térképen megjelölik a dolgokat. És ez? Ide meg egy kis kulcs kell, oké? Jó. Sokszor egyébként nem próbál bejutni X-el, hanem csak hogyha nekifutok. Nem értem a percepciót, de mindegy. Nem. És... ott a fegyver elvileg, szóval mielőtt még fölvenném, gondolom akkor is történni fog valami, azért még... vagy legalábbis az eredetiben itt volt a fegyver, szóval, ja. Nem tudom mennyi pisztoly lőszerem van, de biztos Isten, hogy nem elég, jó? Adjunk el. Handgun ammo, elég sokat osztogat nekem, szóval ki tudja, hogy miért. Ja, itt lövöldöztek, bakker. Persze, nincsen pisztolya. Mi? Hogy a faszban ne lenne? Persze, hogy van neki. Kicsikő. Jó, ez meg igazából ennyi, szóval akkor most kiszedem a pisztolyt, és gondolom jön valaki, nem? Töké. Jó. Így célzok. Jó. Na most innen merre? Gondolom innen kifelé, aztán majd akkor jön valami meglepi. Mondom én. Zárva van? Zárva van, oké. Várjunk csak, nem ide kell kilincs? Nem, nem ide kell. Na itt mi lesz? Jaj! Szevasz! Ki vagy? Ő bizony James, jó? Ő bizony James. Vagy legalábbis az volt valaha. Ez a poén egyébként, hogy... az eredetiben jobban látszott, hogy ezt a karaktermodellt használják. Ez 212-esnek a... 212-es, az pedig... elvileg kimegyek és telibe szembe. A felé nézek, aha. Kimegyek és akkor balra szembe. Igen, tehát az, ahova nem tudtam bemenni. Kicsit átvariáltak a számozást. Jó fele... jó. Ja, nem jó helyen akarok kimenni, banyak, oké. Ez az.
Piramis csávú eltűnt. Gyerünk, hol vagytok? Nem tudom, mennyire tűnt föl, de itt azért hosszabb részeket csinálok most, mint általában szoktam. Nem biztos, hogy ez így is marad, de jelenleg úgy gondolom, hogy az első felét mindenki szeretné minél hamarabb végignézni. Szóval gondoltam, hogy azért kicsikét meggyorsítom a dolgokat. Most akkor hova tudok kimenni? A másik szobába, mi? Aha. Másik szoba. Hogy állok inventory-val? Nézzük csak equipment. Nem? Kal. 6 darab. Nem sok. Valami kis fiszfaszakon nem akarok szából lőni. Anyád! Fúgtad! Most már tudom, hogy... A francba, ez meglepő volt. Most már tudom, hogy mit csinál, jó? Tehát most már tudom, hogy mit csinál. Ez már nem fog meglepni. Ez már nem fog meglepni. Azaz. Ja, addig kell taposni igazából, amíg nem... ...tik meg a rádióadás. Hogy van itt még egy rohadék? Mindegy. A kint vagy lehet, hogy megint csak bogár van, majd mindjárt kiterül, nem tudom. Ott mi van? Tévé csak, oké. A hűtőben mi van? Még. Ja, azt hiszettem, hülye vagyok. Nincs semmi az égvilágon, akkor most szerintem kimegyek itt lámpa nélkül, hát ha... Hacsátok. Kulcs? Itt volt? Vagy nem? Az a harmadik emelet, ugye? Ja, a harmadik emelet. Jó. Akkor kizárásos alapon, most akkor 209-es tudom megnézni, aztán fordul a folyosó, mert mindjárt meglátjuk, hogy... Miért akartam én rálőni, amikor ezt a rohadékot itt simán nagyon tudom verni? Inkább mondanám igazából lincselésnek, mint harcnak, na mindegy. De legalább hatékony. Jó, oké. Bukó. Jó, akkor viszont a következő az csak rohadtul messze van innen. Újra tölteni? Hogy tud? Aha, szokásos, oké. Figyeltek az új idők szavára. Bazd meg! Mit savazolta? Rohadt életbe, bassza meg. Olyan jól indult! Kicsit messzebbről kell legközelebb franzolok. Még mindig hallom, hogy mondok, hogy... Mindegy. Elhagytam valamit? Nem, nem hagytam el semmit az égvilágon. Elvileg itt van egy... Ja, ott van egy lépcső lefele. Valahova. Ez nem tudom mi, de... Oké, lépcső lefele kiváló, akkor majd ezt is kihasználjuk, miután tovább mentem. Hol vagy, te féreg? Bazd meg! Figyelnem kellett volna arra, hogy már mozdul. Nem baj, nem baj, még jól állok, oké? Tehát még jelenleg... Tehát amíg nem pirosodik be, addig nincsen baj. Oké, itt is ki tudok menni, kiváló. Na. Kezdek kicsikét magabiztosabban mozogni ebben az egészben, rendben. Lőszer, az is tökéletes, oké, és mi van még itt? Nem tudom áttörni. Welcome home, üdv itthon. Szia. Na gyere, te féreg, gyere. Buktad! Én is tudok ilyen trükköket, te rohadék! Bázd meg! Mondom én, hogy tudok ilyeneket, te szemétláda!
Oké, és jó. Alig jelzett be, basszus, alig jelzett be. Mi van itt? Tudok menni? Föl tudom menni? Nem, francba, pedig annyira szerettem volna inni. Jó, nem baj, következő alkalommal már tudni fogom, hogy mit kell, meg mit nem kell megcsinálni feltétlenül. Jó, tehát én nem fogok ilyen helyeken itt maradni balhézgatni. Valaki levert a pozit. De dizájnos az egész fürdőszoba egyébként. Itt ez a fal, ez szép, nem. Ki tudok menni, de elvileg még van tovább is. Vagy ott mi van? El tudok menni másik szobába, vagy csak egy erkély? Tovább tudok menni, banyek. Nem tudok tovább menni, mert zárva van. Ablakot nem tudom kicsapni, akkor nem tudom, hogy ez minek volt itt, de... Gondolom lehet, hogy később át fogok tudni jönni itt egyikből a másikba. Hol vagy, te szar? Ott vagy! Buktad! Mielőtt még nagyon-nagyon savazna, még gyorsan lecsapom. Kurva élet, csak elkapott kicsit. Rohadt életbe, csak sikerült neki, bakker. Nem baj. Elvileg már csak itt van vissza bármi az égvilágon, ez itt zárva van. Csak még be fogok tenni. Itt még nem voltam elvileg, szóval, ja. Megint jön majd valami meglepetés, gondolom. Itt azért nagyon szemét módon adagolja ezeket a rohadékokat, de nem baj, legalább haladunk. Azaz. Nem tudom, mennyire lesz rá szükségem, szóval a pisztolyt azt jelenleg nem nagyon akarom használni, hogyha nem muszáj. Ja, hogy biztos azt hiszed, hogy kegyetlen vagyok, de... Ezt a börtönt magad készítetted, a választás tiéd volt, láttam, ahogy megcsinálod, újra és újra és újra. Ezúttal sem lesz másként, és én itt leszek, jelek. Mit akarnak, de oké. Gondolom... Ez mi? És miért van itt? Move kamera. Oké. És most mi? Nem értem. Ennyit tudok mozdítani a kamerán igazából, szóval, ja. Gondolom, oda bent van valami. Most ezt nem tudom, hogy miért kellett. Mindegy. Hát akkor ez szerint valahogy talán át tudok menni a túloldalra, nézzük. Nézzük. Nem. Nos, hogy nem, bár ott rendkívül világít valami. Esetleg odébről. Nem tudom, valahonnan máshonnan? Talán a... Az elvileg a 206-os, aminek még nincsen meg a... Nem tudok átmenni a 205-ösbe, pedig ott kéne nekem valahogy tovább mennem. Vagy megint csak szopat ez a cucc, és egyébként simán át tudnék menni. Csak valamit ki kell pattintanom a helyéről, nem baj, mindjárt megnézzük. Na jó? Nem? Hol vagyok? Ja, itt be, oké. Nem tudom már, nem baj. De akkor ki az erkélyre? És nem enged be, hogy szakadna meg, szóval akkor nem teljes mértékben bukta. Valahol viszont leengedtem egy lépcsőt. Kicsikét odébb. Szóval azt majd hamarosan megnézem, jelenleg most viszont akkor elköszönök, és menet közben pedig megköszönöm nektek, hogy ismételten itt voltatok. És remélem következő alkalom is ide fogtok kattintani, amikor megnézem, hogy mi az Isten van még a Woodside apartmanban. Gondolom egy-két elég érdekes dolog. Hogyha nem tettétek, akkor iratkozzatok fel. Jó, tehát következő videókat is lássátok, és dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem élveztétek, hamarosan találkozunk. Sziasztok!